Hát tekintettel arra, hogy nem könnyű időket és nem könnyű napokat élünk, legalábbis az én tapasztalatom szerint. Hát, ami igéket meg szeretnék ma osztani, azok is ezzel kapcsolatosak lesznek. Az összetörtség könnyei. Boldogok, akik sírnak. Nagyjából ilyen címeket lehetne adni ennek a mai témának. És ehhez kapcsolódnak az igék, amiket föl szeretnék olvasni, tehát ahhoz a síráshoz kapcsolódnak ezek az igék, amely sírásról az Isten azt mondja, például a Máté 5.4-ben ugye, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát ez az a sírás, amelyről azt mondja az Isten igéje, hogy ez jó, ez pozitív, mert boldog az, aki ebben részesül, és ennek részese, és aki ennek részese, az a vigasztalásból is részesül, vagyis az be fog menni az Istennek az országába. Tehát ha a múltkor azt mondtuk, hogy a koldusok mennek csak be az Isten országába, akkor igazából most folytatjuk ott, ahol akkor abba hagytuk, mert akkor most meg azt fogjuk mondani, hogy azok mennek be az Isten országába, akik ezzel a fajta sírással, amiről ma beszélni fogunk, azzal a fajta sírással sírnak. Van olyan sírás, amely sírás nem eredményezi ezt, a jó dolgot, hogy az ember Isten vigasztalásából részesül és bemegy az Isten országába. Mert ugye a 2 Korintus 7.10 az arról beszél, hogy van a világ szerint való szomorúság, meg van az Isten szerint való szomorúság, és a világ szerint való szomorúság az halált eredményez. Az nem vezet feltámadásra, nem vezet üdvösségre, annak ugyanúgy ítélet a sorsa, vagyis a világ szerint való sírás az nem az, amiről a boldog mondásoknak a sírása szól, hanem itt a 2 Korintus 7.10-ben azt mondja, hogy van Isten szerint való szomorúság, vagyis van olyan sírás, ami viszont Istentől fakad, Isten hozza létre az ember szívében, és ha az elindul és feltör az ember szívében, akkor az a sírás kedves az Isten előtt, és az meghallgatásra talál az Istennél, és annak van pozitív gyümölcse, eredménye. Legelőször szeretnék arra utalni, mielőtt a sírásokba konkrétan belemennék, nem a sírásokba, hanem a sírás többes számban belemennék, hogy az 1 Péter 5.9-ben ott azt mondja az Isten igéje, hogy ugyan azok a szenvedések telnek be a világban, ami atyafiságunkon, mint amely szenvedések Jézus Krisztusnak voltak osztályrésze a megváltásban, a kereszten. És a zsidókhoz írt levél 4.15 pedig, ugye arról értesít bennünket, oda-oda is lapozhatunk, a zsidókhoz írt levél 4.10, vagy 4.15. Zsidókhoz írt levél 4 és 15. Az azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, a magyar úgy mondja, hogy kivéve a bűnt. Az eredeti azt mondja, hogy bűn nélkül, a bűntől elkülönítve. Tehát úgy ment át Jézus Krisztus a kísértéseken, hogy a bűn beszeretett volna hatolni ő belé, és a bűn teljes ereje rátámadt Jézus Krisztusra minden kísértésével, és Jézus Krisztus lelkét irritálta,
támadta, gyötörte, kínoszta, hogy Jézus Krisztus behatoljon, és elfoglalja őt, és zsákmányul ejtse, és leuralja, és a szolgájává tegye Jézus Krisztust. És Jézus Krisztus átment ezen, és azt írja az Isten igéje, hogy úgy ment át ezen, hogy a bűn nem tudott rajta uralmat venni, nem tudott rajta fogást találni, hanem a bűn visszapattant a lelkében benne élő összes kísértés ellenére. Jézus Krisztusból visszapattant a bűn, és nem tudta legyőzni a bűn Jézus Krisztust. Tehát amikor azt mondom, hogy az mi rajtunk ugyanazok a kísértések az utolsó időkben át fognak menni, amin Jézus Krisztus átment, akkor erre utalok, hogy olyan időben vagyunk most, és leszünk még inkább, amikor a bűn olyan erővel és olyan mértékben támad ránk, amilyen erővel és mértékben eddig még nem éltük át, hogy kísértés alatt állunk. És a kísértések el fogják tudni érni a lelkünket, és meg akarják szerezni az érzéseinket, a gondolatainkat, a vágyainkat, a szándékainkat, az akaratunkat. És így akar az ellenség, a sátán és a halál győzelmet aratni, szerezni fölöttünk és a mi életünk fölött. És amikor a sírásról beszélek, akkor ennek a keretében beszélek a sírásról, hogy akkor hol van a jelentősége vajon a sírásnak abban, hogy én a kísértésnek a megnövekedett erejével szemben meg tudjak maradni és meg tudjak tartatni a szentségben, a tisztaságban, Isten előtt, és követni tudjam az Urat továbbra is az életemben, úgy, hogy ő továbbra is meg tudja szentelni, meg tudja tisztítani a szívemet, és én nem adom fel az engedelmességet és a szófogadást, hanem megtartom és követem az Istennek az akaratát továbbra is, és megyek előre az úton. Na most akkor, ha rá akarok térni a sírásokra, tehát többféle sírásra szeretnék utalni, mert az igében jó pár fajta sírással találkozunk. Én nem fogok mindegyik sírással nyilván foglalkozni, mert ahhoz sok sírás van a Bibliában, de néhányal biztosan akarok foglalkozni, legalább négyel biztosan akarok foglalkozni. És az első sírás az Ézsau esetében történt meg, amire utalni akarok. És ha ezt így összefoglaló néven meg akarom nevezni, hogy ez milyen sírás, akkor Ézsau életében, ha visszalapozol, akár az Ószövetségben megtalálod a történetet, amikor eladta az első szülöttségi jogát, akkor még nem sírt. Viszont mikor sírt? Akkor sírt, amikor ugyan az első szülöttségi jogát eladta, vagyis lemondott az örök életről, lemondott az igazságról, lemondott a szentségről, ezeket nem tartotta annyira fontosnak, hogy mondjuk egy lencse főzeléknek ellenálljon, hanem a lencse főzeléket választotta mindezek helyett. Tehát nem állt ellene a világból a lelkét érő ingereknek, hogy azok kívánságot ne tudnának benne gerjeszteni a világ dolgai iránt. Ennek nem állt ellene. Beengedte a világ kívánságát a szívébe, és átadta magát annak. Érzéketlenné vált az örökkévaló dolgokra, Isten felfogására, Isten megértésére, az Isten szavának, igéjének az értelmezésére, hogy megértse, mit akar Isten, mit kell cselekednie, hogy ő egy szolga, Isten parancsol, Úr, ezeket képtelenné vált már érteni, érzékelni, felfogni,
Helyette átadta magát, hogy hogy él a világban egy ember, aki sikeres, aki győztes, aki fenn akar maradni, aki enni akar, inni akar és jól akarja magát érezni. Ezeknek adta át a lelkét. Majd utána mit olvasol? Hogy az atyához kellett volna odajárulni, hogy az atyától megkapja az első szülöttség áldását. És itt most az első szülöttség áldás alatt konkrétan ezt értem, hogy az örökkévaló dolgok, az Isten országának a dolgai, a szentség, az Isten maga, az Istenből való részesülés, az Istenért való élet. És oda kellett járulni az első szülöttség áldásáért, és ismerjük a történetet, hogy Jákob ugye ebben beavatkozott, és Ézsau lemaradt arról, hogy az atya ő rá tegye a kezét, és ő rá mondjon ki olyan áldásokat, amelyek Ézsaunak is fontosak lettek volna. Nem az Isten volt fontos Ézsaunak, hanem az áldások voltak fontosak Ézsaunak. És mit olvasol, mikor felfogta, hogy az atya nem ő neki adta azt az áldást, hogy földek birtokosa lesz, hogy másoknak az ura lesz, hogy mások szolgálnak neki, hogy bősége lesz, hogy eledele lesz, hogy állatai lesznek, stb. Ami földi szinten számított Ézsaunak is, vagy neki számított leginkább, mikor felfogta, hogy erről lemaradt, akkor kezdett el sírni. Akkor fennhangon zokogott. Tehát van olyan sírás, amely arról szól, hogy az én életemben én miért nem kaptam meg ezt? Nekem miért jutott rosszabb sors, mint annak? Én miért nem mehetek el oda, ahova más elmehet? Nekem miért nincs annyi pénzem, mint másnak? Nekem miért jutott rosszabb házasság, mint amilyet szerettem volna? Nekem miért nincs olyan jó munkahelyem, hogy ott azt meg ezt megcsinálhatnám? És sorolhatnám végig nélkül azokat a dolgokat, amik miatt esetleg ma emberek fájdalmat éreznek a lelkükben, mert nem részesültek a világnak bizonyos dolgaiból. Ez a világ szerint való szomorúság. Ennek semmi köze az üdvösséghez, semmi köze Isten országához, nincs köze Istenhez, mert Istenhez pont mindezeknek az elhagyásával és mindezekről történő lemondással lehet eljutni. Tehát van egy olyan sírás, egy olyan fájdalom, egy olyan szenvedés, amelyet egy ember szenvedésnek él át, de azért szenved, mert a saját kívánságai vezérlik. A világra irányuló saját kívánságai irányítják és uralják le az ő szívét. És ezek töltik be a lelkét. És nem tud beteljesedni, és telhetetlen, és elégedetlen, és szófogadatlan az Istennek, és a világot szereti. És aki a világot szereti, azt mondja Isten igéje, az nem tudja szeretni az Istent. Az ember nem lehet egyszerre a mammon szolgája, és egyszerre az Istennek a szolgája. Ez a történet egyébként a Zsidó 12-ben van leírva, az Új Szövetségben, ahol hivatkozik az ószövetségi eseményekre. Kívánság. Róma 7:8. A bűn alkalmat véve, a parancsolat által bennem minden kívánságot nemzett. Törvény nélkül volt a bűn. Tehát arról beszélünk, hogy a bűnnek való ellenállás, az azt jelenti, hogy a bűn az a kívánság által gyakorolja a tevékenységét. Itt, ezen a földön, ezen a világon. Tehát ez a világ, ez a bűn kezében van. A bűn az ura ennek a világnak. És ez az úr, ez a bűn, ez úgy éri el a célját az ember életének a rabulejtésében, hogy kívánságot hoz benne létre. Vagyis ha ellene akarsz állni és le akarod győzni a bűnt, akkor a kívánságot kell legyőznöd. Ha kívánságot nem tudod legyőzni a lelkedben és a szívedben, ami erre a világra irányul,
akkor nem győztél a bűn felett, akkor a bűn a kívánság által uralkodik a te lelked fölött, mert a lelked nem szabad, a szíved nem szabad, azt leköti egy világra irányuló kívánság, és a kívánság által ennek a világnak az a dolga uralja le és köti le, amire irányul a kívánság te benned. És lehet, hogy az konkrét bűn, amit egyértelműen be lehet azonosítani bűnnek, lehet, hogy nem, hanem valamilyen világi program, világi esemény, munkahely, házastárs, házasság, gyermekáldástól kezdve sorolhatjuk a vég nélkül a dolgokat, mégis a világhoz tartozik, a bűn uralma alatt áll, és nem engedi el a szívedet, és ezért a szíved nem szabad az Isten szeretetére, nem szabad az Isten szolgálatára, nem szabad az Isten szavának a meghallására, megértésére, követésére, szófogadásra, engedelmességre, hanem pusztán a kívánság miatt uralkodik az ember fölött. Ha az ember teát beengedi ezt a kívánságot a lelkében, akkor egy döbbenetes változás zajlik le a lelkében. Efézus 4:18. Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől, a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Amen. Elidegenedés. Tehát élsz a mindennapokban, jársz-kelsz az utcán, a munkahelyeden, és különböző földrajzi helyeken, és eléd tárul a világ látványa, meg a füledbe jut a világ hangja. És ma már nem kell, hogy külön valamilyen cégéres bűnt fedezzél fel, hanem ahogy, most csak például konkrét példát mondok, jöttem idefele, ugye én tömegközlekedéssel jövök mindig. De ezt nem csak most élem át nyilván, minden nap ezt élem át. Mész és látod, hogy az emberek jól érzik magukat. Kiülnek teraszos vendéglőkbe, isznak, esznek, sétálnak, lazák. Úgy vannak öltözve, hogy látszik, hogy elengedték magukat. Jól érzik magukat ebben a világban. Boldogok. Ez a lelkemben. Hat. Ez a lelkemet meg akarja változtatni. Ez nem egy semleges dolog, amit lát a szemem. Ez el akarja érni bennem, hogy megkérdőjelezzem, hogy biztos, hogy nekem nem ezt kell csinálnom? Biztos, hogy nem nekem is esetleg teraszon kéne ülnöm valahol valakivel, akivel jól érezzük magunkat? Miért nem ezt csinálom? Mi a baj azzal, hogy nem ezt csinálom? És most mondtam csak egy egyszerű dolgot. Ennél kicsit már rosszabb, amikor arra figyelsz fel, hogy nagyon kihívó öltözetű emberek kerülnek a szemed elé. De ugyanez játszódik le, csak az már ugye egy másik fokozat, de ugyanez játszódik le, jön, hat a lelkedre. Hogy na most akkor, hogy reagálsz erre a lelkedben? És különböző taktikákat ki lehet alakítani. Hogy nem nézel oda, mondjuk. Egy bizonyos részben akár ezzel is kezelni tudsz, egy tartományt. Egy másik tartományt nem tudsz ezzel kezelni, mert csukott szemmel kéne járnod, tehát nem tudod tökéletesen megvalósítani, tehát mi a második módszer? Látod, és a lelkedben kell megtalálnod, hogy mit csinálsz vele. És ugye a sírás dolgokról beszélgetünk, és egyelőre még csak az Ézsaut idéztem fel, ugye a konkrét sírásnak, de kezdek elkanyarodni egy másik fajta sírás irányában, ami már a jó irányú sírás első fázisa kezd lenni. Tehát a dolog lényege az, hogy a lelkedben kialakítod azt, hogy ez nem hathat rám, ezt nem szabad, hogy a lelkemben létrejöjjön egy változás. És amire ma fel akarom hívni a figyelmet, hogy ma már kevés azt mondani,
hogy ellene állok a paráznaságnak, ellene állok a pornográfiának, ellene állok a szexuális tisztátalanságnak. Szuper! Lehet, hogy ezt magadba végig zongoráztat, hogy ellene állsz, de az a baj, hogy a világ hatása ma már több ennél, mint hogy te ennek ellenálltál, és neked, hogy láttál egy ilyet, már nem csak azzal akar behatolni a lelkedben, hogy benned is jöjjenek létre tisztátalan kívánságok, hanem úgy akar behatolni a lelkedbe, hogy lehet, hogy ellenállsz annak, hogy jaj, én ezt nem nézem, én ilyet elutasítok. Igen ám, de a világ ott marad a lelkedben. És lehet, hogy az jön létre benned, hogy de viszont egy másik programot kezdesz el tervezgetni. Nem az Isten marad ott a szívedben, hanem a világra irányuló más fajta érzés, gondolat, vágy, elhatározás, döntés. Lényeg az, hogy a lelked elkezd nem Istennel foglalkozni, hanem a világgal kezd el foglalkozni. És a világ továbbra is hat rád. Tehát nem elég visszautasítanod a tisztátalanságot, a paráznaságot a lelkedben, hanem 100%-os döntést kell hoznod arról, hogy meghalsz az egész világnak. Nem csak a paráznaságnak, nem csak a tisztátalanságnak, hanem leteszed újra a szívedet minden ilyen inger kapcsán, és minden egyes ilyen inger kapcsán újra meghalsz a szívedben és a lelkedben. Ezt csinálta meg a názáreti Jézus Krisztus a kereszten. A lelkét elérték a világ ingerei. És ugye például volt film Jézus Krisztus szenvedéséről a kereszten, a Mel Gibson rendezte, mi volt a címe? Passió. Passió, köszi. Én akkor se néztem meg, és most se vagyok rá kíváncsi, mert Jézus Krisztus szenvedése nem a fizikai szenvedésről szólt, azt hiába mutatja be valaki a legbrutálisabb módon, a fizikait se fogja tudni akkor se bemutatni filmen, mert ez a valóság és a film között ez a helyzet, de Jézus Krisztus ott akkor nem azt szenvedte el, idézőbe teszem pusztán, mert az is sok volt, de nem azt szenvedte el ott pusztán, hogy hárman furcsa szemmel néztek rá, és néhányan nem értették meg, és jól megverték, és jól átdöfték, és jól megszúrták. Az összes előtte élt ember borzalmas gondolata, romlott érzése, tisztátalan magatartása, viselkedése, meg az akkor még meg nem született összes ember tisztátalan gondolata, véleménye, érzése, beszéde, szava, tette, teljessége volt az, ami rászakadt a lelkére. Te ezt nem tudod elképzelni soha. Veled ilyen nem fog megtörténni, ugyan ekkora mértékben soha nem fogsz átmenni ezen Jézus Krisztus ment át. De nekünk ebből az utolsó időkben valamekkora rész rendesen ki fog jutni, és már most kijut, de még rendesebben ki fog jutni. Így megyünk át azon a tűzön és azon a megpróbáltatáson, amelyen keresztül a szentség olyan mértékben részünké válik, amelyre Isten azt fogja mondani, hogy le van tesztelve, átment a teszten. Ugye a kísértés lehet így is fordítani, meg a próbatételt, hogy valaki tesztel valamit. Az, hogy tesztel bennünket az Isten, azt tudod, mit jelent? Én ebben a szakmában dolgozom, ugye tesztelő vagyok. Nekem a tesztelés az mindig azt jelenti, hogy aha, most csak kipróbálunk valamit, amit élesbe kell majd tenni. És kiderül, hogy élesben is működik-e. És azt akkor tudjuk, hogy működni fog, ha rendesen le van tesztelve. Ha nem teszteljük le rendesen, akkor nem tudhatjuk, hogy fog-e működni éles helyzetben. Vagyis oda akarok kiukadni, hogy annak, hogy te mennyire szentelődsz meg itt a Földön, és mennyire állsz ellene most, lehet, hogy te azt mondod, hogy lementem ilyen Pityaner szintre, én meg azt mondom, hogy ez lesz a dolgoknak egyre inkább a lényege, mert az összes többit, amit megtanultál korábban, eszközt, taktikát, szellemi viselkedést, módot, hogy kezeld és ellene állj a romlottságnak, a bűnnek ebben a világban, kevés lesz. Még mélyebbre kell, hogy hatolj és ássál a szívedben, a lelkedben, hogy megtaláld azt a sírást, amellyel majd
sikeres és győztes tudsz lenni az elkövetkezendő időkben is, ami vagy nagyon rövid lesz, mert erre is van esély, vagy nem tudjuk, hogy még mennyi lesz, de talán nagyon hosszú nem lesz. Tehát, és akkor ugye sírás irányába kanyarodunk. Tehát, az Ézsau féle sírásra azt mondtam, hogy az a be nem teljesedett földi vágyak miatti síránkozás, jajgatás, jajveszékelés, amit mind romlott kívánságok motiválnak, és abból jó az ember életébe nem származik, csak romlás. Viszont ott indul el a jó sírás, amikor azt, amiről én most beszéltem, hogy értéked a világban ez a sok rossz hatás, arra elkezdesz nem immunis lenni. Elkezded felfogni. Elkezded felismerni, hogy az mit csinál veled? Milyen hatást gyakorol rád? És az miatt, hogy ezt elkezded felismerni, elkezded belátni azt, hogy micsoda hatalmas különbség van a között, hogy ki az Isten, és kicsoda vagy te. És arról beszélek ma, hogy ezt nem egyszer kell megtenned az életedben, nem havonta, nem két hetente, hanem úgy tűnik egyre inkább, hogy non-stop, folyamatosan. A szellemedben, a szívedben át kell élni ennek a szenvedését, ennek a gyötrelmét, ennek a fájdalmát és ennek a sírását. Itt kezdődik el az a sírás, amely egyébként a Biblia szerint is ugye bűnbánatra tudja vezetni az embert, és nekünk szinte folyamatosan abban a hozzáállásban és szellemi magatartásban és attitűdben kell tudnunk élni, amely folyamatosan belátja, hogy az, ami éri őt a világból, az borzalmas és katasztrofális és hat rá, és ez Isten számára elfogadhatatlan, és az ember összeomlik, összetörik belül, hogy őt érik ezek. És nem tudja elhordozni, nem tudja elviselni, annyira fáj neki, annyira gyötri, annyira kínozza. És ez miatt fohászkodik és járul oda a szívében Istenhez, nem néha, nem ritkán, hanem benne élve ebbe a világba sajnos, szinte non-stop. Na nézzük meg ehhez a példabeszédek 8-at. Példabeszédek 8. És 36-os vers. Aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Mindenki, valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Most csak annyi, hogy aki vétkezik, az erőszakot cselekszik a lelkén. Ugye amikor hat rád a világ, akkor annak az a célja, hogy elfelejtsd azt, hogy ahogy hat rád, az rossz neked. Elfelejtsd azt, hogy ezzel baj van. Add meg magadat, add meg a lelkedet, add fel az ellenállást. Fel akar őrölni téged. Hogy felejtsd már el, hogy neked állandóan mindig bajod van a világgal, a környezettel, a körülményekkel, mindennel. Hát ne mondd már, hát ne gondold már, hát minek képzeled magad? Ki vagy te, hogy ezt mered állítani, mikor annyi jó dolog van a világon, annyi szép dolog, annyi nemes, annyi jó ember, annyi jó érzés? Ezt mondja a bűn. Isten nem ezt mondja. Isten azt mondja, hogy a világ elfogvesz így, ahogy van. Az egész romlott. Nem tudsz benne egy jó érzéssel mutatni, ami Isten előtt is jónak számít. Nincs benne semmi jó. Ezt akarja a bűn felszámolni benned. Hogy ne tarts ki ebben a hídben. Mert ha ebből picit engedsz, akkor abba picibe betette a lábát a bűn. És mi a végcélja? Hogy elfelejtsd azt, hogy most erőszakot gyakorol a lelkedem. Kezd el elhinni, hogy ez jó. Kezd el elhinni, hogy hát végül is tényleg.
hát elmentünk nyaralni, hát na, nem is volt rossz, na, hát most belepusztultuk? Nem. Na, hát végül is lehet, hogy akkor ez mégiscsak Isten áldása, hogy részesülünk és veszük a világnak a dolgait magunkhoz, és kicsit átadjuk magunkat a világ élvezetének, örömének, és akkor hálát adunk utána, hogy ezt megadta nekünk az Úr, és ez milyen csodálatos keresztény élet így. Ez az Ézsau szintje. Ézsau csinálta ezt. Elutasította, megtagadta az Isten elhívását, ami az örök életre szólt, nem erre a világra szólt, nem a földi dolgokra szólt, Istenhez szólt, a szentség birodalmába szólt, az örök élet birodalmába szólt, és az Istennek való szófogadásra szólt, és engedelmességre szólt. Ezt elutasította, és magáévá tette inkább a másikat. Hogy végül is milyen jó ez. Elmegyek vadászni, ezt megszerzem, azt megszerzem, csajok oda vannak, értem, ha, király, milyen finom falatokat eszem, jókat étkezem, jó helyeken járok, ha, kellene több, mondta Ézsau. Ezt akarja elérni a sátán, hogy jónak kezd el látni azt, amire Isten azt mondta, hogy nem, nyet, mindenestől gonosz, mindenestől rossz, mindenestől el fog veszni, el fog pusztulni. Ha meg akarsz menekülni, az egészet ott kell hagynod. Csapot, papot, hátat mögött kell hagynod. Kiülős, teraszos, vendéglesestől, nyaralásostól, paráznaságostól, tisztátalanságostól, gonosz bűnöstől, minden rossz érzésével és gondolatával együtt, mert egynek sincs köze az élő Istenhez. Istenből egyetlen egy gondolat nincs benne jelen ebben a világban. Csak ha átadod magad az ő szentségének, akkor a szívedben. Ott lesz. 1 Timóteus 6. És 9-es verstől olvasom. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe és törbe, sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe, romlásba merítik, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átszegezték. Sok fájdalommal. Amen. Tehát itt is kívánság, a pénzen megszerezhető összes dolog alatta érthető nyilván. Kívánság, és mit tár elénk az ige? Hogy akik átadták magukat ennek, elhitték, hogy ez végül is jó lehet, azoknál az történt, hogy ez átdöfte a bűn a szívüket. Átszúrta a bűn a szívüket. Mint tőr, mint kés, mint dárda, mint nyilvessző, behatolt. A bűn fel van fegyverezve. A bűnnek rendelkezésre állnak ezek az eszközei, és mindent csak azért csinál, hogy téged lemészároljon. Most így kell elképzelni Jézus Krisztus keresztre feszítését. A bűn teljes fegyverzetének minden arzenálja ott volt, és amikor őt ütötték, őt szeggel átszegezték, belé dárdát döftek bele, ezek szúrások, ütések, amelyek a fejre tövis koronát tettek, tüske, szúrás felsérti az ember testét, bőrét, és felsebesíti. Ezek mind a bűnnek a fegyverzetei, amelyek érték a názáreti Jézus Krisztust. Ne felejtsd el, hogy az egész világ, amit látsz magad körül, ezzel van felfegyverezve. Bármelyik részére tekintesz, ezek a fegyverzetek azt várják, hogy leszúrjanak, átdöfjenek, összetörjenek, összemorzsoljanak, felaprítsanak, felöröljék az erődet, az ellenállásodat, és magukévá tegyenek. És elfelejtsd végre az Istent, és érzéketlenné váljál, alkalmatlan arra, hogy felfogd az Isten dolgait, hogy miért nem tetszik ez Istennek. Hát hogy ne tetszhetne, mikor milyen jó? Mondja a bűn. Igen, kívánság átszegezi az embert. Tehát amikor a bűnről beszélünk, akkor kívánságról beszélünk. Ha beengeded a lelkedbe, az át fog szegezni, át fog szúrni téged. 1 Korintus 15:56 az mit mond? Azt mondja, hogy a halálnak a fullánkja
a bűn. Mi a bűn? Egy fullánk. Mit csinál a fullánk? Szúr. És mit szúr beléd? Mérget szúr beléd. És ha ezt a képet nézzük, akkor a bűn igazából egy személynek a része, a halálnak. A halál mi? Mindaz, ami nem Isten. Tehát a Isten képvisel a valóságot, a létezést. Minden, ami Isten kívül van, az hamis, az nem igaz. Abban nincs semmi olyan, ami Istenben benne van. Vagyis nélkülöz minden értéket, nélkülöz minden javat. Ez a halál. Az Istentől való teljes elválasztódás. Az Istentől való teljes elkülönülés. Teljes eltávolodás. Az Istenhez való hozzáférés teljes alkalmatlansága. Teljes képtelensége. A teljes istentelenség. Ez a halál. És ő neki van egy fullágja. Neki van egy testrésze, amit ő fegyverként használ. Az egész világ működésének ez az egy célja van, hogy a fullánkját beléd szúrja a bűn kívánsága által, hogy engedj már a kívánságnak e világ iránt, mindegy, hogy a szem, a fül, az étel, valaminek engedj már, és felejtsd már el azt az állandó szófogadást, és istenkeresést, és az örökké valóságot, és a láthatatlan dolgokat. Nincs is olyan. Ki mondta neked, hogy van? Ha! Szóval ilyen. Efézus 6.16 pedig szintén azt mondja, hogy mindezekhez fölvéve a hitnek a pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tűzes nyilát megoldhatjátok. Megint egy fegyverről van szó. Ráadásul meg van gyújtva a nyilvessző, ami ki van lőve rád a bűn által, amely a kívánságon keresztül próbálja azt a nyilvesszőt célba értetni, célba juttatni, hogy betalálja a te szívedben. És ott létrehozza az Istentől való elidegenedést, elfordulást, hitehagyást, hűtlenséget, elpártolást, árulást, bűnt, szentségtelenséget, romlást, és egy általános, átlagos, üres, unalmas, hiába való, földi, világi életet, amelyet előtted megpróbál a legcsodálatosabbnak bemutatni, a legszebbnek, a leggyönyörűbbnek. Hát így kísértette meg az első emberpárt az ördög, hogy olyan szépnek tudott bemutatni neki egy egyszerű gyümölcsöt, hogy az az ember az teljes áhítatba esett attól az egyetlen egy falat ételtől, hogy tényleg, mindent megér, ugyanezt csinálta Ézsau is, lencse főzött, mindent adok érte, hol van, hol fogyaszthatom el, hova kell beülni, mennyibe kerül, izé, és már is dobjátok a pocikámba. Tehát ennyire egyszerű dolgoknál tartunk, de visszakanyarodok egy kicsit oda, amit már több alkalom ezelőtt mondtam, hogy az evésen fölött történő hatalom vétel. Az ételek iránt való kívánság fölötti uralom megszerzése. Az rendkívül fontos az ember életébe. Továbbra is böjtölök minden bibliakör alkalmával, és elárulom, hogy itt nem lenne már egy darab bibliakör se, ha ezt nem tenném. Egy árva darab igét nem hallanátok. És azt sem tudom megmondani, hogy meddig lesz az, hogy így még van hallható ige. Meggyőződésem, hogy mi Józsefek vagyunk, akik itt ülünk. Most Isten adja azokat az ételeket, eledeleket, amely nem lesz hozzáférhető rövid idő múlva. Hiába vágyják az emberek, hiába kívánják, nem lesz Isten szájából szó. Nem lesz, aki szólja, nem lesz, aki hirdesse. Mi most ezt gyűjtjük össze, Józsefként, hogy mások még hozzáférjenek. Ha lehetséges, még utánunk is hozzáférjenek. Nem tudjuk, hogy meddig lehet majd. De ez zajlik ma, ez történik ma. Az a jelentőség annak, hogy mi itt vagyunk. Az a jelentőség annak, hogy kitartasz-e a böjt mellett. Ez a jelentőség annak, hogy ellene állsz-e. Ezeknek a idézőjelbe, na ne menjünk már le ilyen Pityaner szintre című dolgoknak, amikről most beszélek. Az üdvösséged az belül dől el, a szívedben, a lelkedben. Nem kívül dől el. A külsőd, de érintő változás az a belsődnek a gyümölcse lesz. Hogy na, mi lett a belsődbe? Mi lett a lelkedbe? Mit csináltál a lelkedbe? Hogy éltél a lelkedbe, a szívedbe? Mit engedtél be? Mit nem? Hogy kezelted?
Tehát van a gonosznak ilyen tüzes nyila. A Jób 19.2 szerint ugyanilyen összetöretést, amit a bűn létre tud hozni az emberben, hogy összetöri, felörli, összemorzsolja az emberben mindazt, ami Isten felé őt fordíthatná, amivel Istenhez közeledhetne, ami isteni lehetne ő benne. Azt írja Jób, hogy beszéltek ugye Jobhoz az ő idézelbetett barátai, és azok a beszédek, mint tudjuk a Bibliából, nem Isten szerint való beszédek voltak, ez derült ki róluk, bármennyire is okosnak és bölcsnek tűntek, és azt írja az ige, hogy ezek a beszédek is ugyanazt tették Jobbal, lelkével, mint amikről eddig beszéltünk, hogy a bűn a világ kívánságokon keresztül mit hoz létre. Tehát amikor hallgatod a világ beszédeit, a világ szavait, az általad esetleg kedvelt világi szereplőket, ismerősöket is, akár hozzátartozókat is, akár munkatársakat is, akár, akkor azokon keresztül olyan beszédek jönnek, amelyek ugyanezt csinálják. Törik, zúzzák a lelkedet, morzsolják fel, őrlik fel, teszik be a darálóba, és azt akarják elérni, hogy végre össze legyél darálva. És már ne legyél az, akinek Isten akar téged látni, és ne legyél Isten szófogadó embere, és ne engedelmeskedj Isten igéjének. Zsoltárok 143 és 3-as vers pedig, ott pedig az ellenséggel kapcsolatban mondja a zsoltáros, hogy az ellenség mit hoz létre az emberben, és azt mondja, hogy az ellenség is, látom mindenki odalapoz, jó, hát akkor odalapozok egy kézzel. Ha már ennyire erőszakosak vagytok, rendben van, nézzük meg, 143, 3. Íme ellenség üldözi lelkemet, földhöz paskolja éltemet, betaszít engem a sötétségbe, amilyen régen megholtaké, amilyen a régen megholtaké. Itt az eredetiben a földhöz paskolja, a paskol az ugyanaz az összetöri, összeborzsolja, felaprítja, darabokra zúzza, addig lövi a nyilaival, a tüskéivel, a fullánkjaival, a lándzsáival, a nyilvesszőivel, amíg szitává nem aprítja, és tönkre nem zúzza az ellenség. Az ellenségről azt mondja a Biblia, hogy a mi ellenségünk a sátán. A sátán a bűnön és ezen a világon keresztül éri el ezeket a dolgokat. Tehát nem a semmiből történik, nem úgy történik, hogy élhetjük a világi életünket, mert nem éreztük, hogy történt velünk ilyesmi, és hát majd csak megérezzük, ha valaki valami ilyesmit csinál velünk. Nem, ha ezt nem érzed, akkor már régen összetörte a bűn a szívedet, olyan értelemben, hogy már nem érted már, hogy mi a különbség Isten és a világ között, már nem tudod felfogni. Az elidegenedés stádiuma állt be, akkor az embernek a szívébe. Szóval, most arról beszéltem, hogy össze tudja törni az ember belsőjét, a bűn, az ellenség, a gonosz beszéd, ez a világ. És az első pozitív sírás az az lehet, ha ezt felfogod, felismered, átérzed, nem néha, amikor, nem tudom, éppen meghitt állapotban elnyugodtál fél órát valahol, hanem pont fordítva, akkor, amikor éles helyzet van, amikor kint vagy a világban, mozogsz benne, és érnek téged ezek az ingerek, hatások, akkor kell a lelkedben, a szívedben, ebben az állapotba belekerülnöd, magától nem fog menni, neked kell elkezdened azt, hogy Istenhez kiáltasz, és sírsz, hogy legalább az érzést adja vissza, hogy ez borzalmas és rossz, mert leuralja a lelkedet az, ahogy hat rád a világ, és már nem is érzed a különbséget. Visszautalok Jézus Krisztus megfeszítésére. Gondolkodtál már azon a mondatán, amikor azt imádkozta, hogy ó, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? A názáreti Jézus Krisztus a kísértésnek azon a szintjén ment keresztül, hogy a lelkében nem érezte már. A lelkében nem érezte, hogy ott van vele az Isten. Erről beszélek. Ez ér téged, meg ez ér engem ma. Ez a mi kísértésünk. Ez az, amiről mondtam az elején, hogy ugyanazokon a szenvedéseken át fogunk menni. Meg kell tanulnod úgy élni, hogy a lelkedben elveszíted azt, hogy az Isten veled van. Ennek az érzését, ennek a felfogását. Miről szól a tíz szűz példázata? A tíz szűz példázata arról szól, hogy
lesz 5 bolond, lesz 5 eszes, de mind a 10-el mi történik? Elalszik. Egy sem marad ébren. Mind elalszik. Jobb, ha szembenézünk ennek a realitásával, mint hogy elhitessük magukat, hogy mi miért aludnánk, pont én, hát mindenki más persze, de én nem fogok elaludni. Az elalvás ez a fázis az, amikor a bűn a világon keresztül úgy éri el a szívedet, hogy bizony azon kell sírnod, hogy elérte, és ez a te sírásod, hogy ott van a lelkedben, és azért könyörögsz, hogy át tud élni, hogy ez fájdalommal töltsön el. Ne jó érzéssel. Ne adjam át magamat annak, hogy végül is így is lehet élni. Végül is nincs is ezzel olyan nagy baj. Ennek ne adjam át magam, és ezért kell sírnom, hogy az Isten meghallgassa, hogy fájni tudjon, hogy érezzem, hogy a bűn nem barát, hanem összetör. Érezzem, hogy a bűn az nem szeret engem, nem jót akar velem tenni, hanem nyilakkal lövöldöz, és tőrökkel döv át, és lándzsákat szúr belém, és fel akar morzsolni, és a darálóba tedd bele. Mert nem fogom tudni magamtól érezni. Isten könyörületére van hozzá szükségem, sírva kell könyörögnöm az Istennek, hogy érezni tudjam ezt. Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik ebben a sírásban elindulnak, és ezzel a sírással kezdik el a sírásnak a folyamatát, amelyben tovább haladnak majd, hogy megmaradjanak. Nem véletlenül kérdezi meg az ige, hogy vajon találok-e hitet, amikor visszajövök. Nem tudom, hány százmilliós, hány milliárdos kereszténységről beszélnek. A Biblia meg azt mondja, hogy vajon találok-e egyet, igazi hitet, amely tényleg az a hit, amelyről én beszéltem, hogy én azt a hitet fogom elfogadni. Vajon ilyen hitet találok-e? Hát ezekről beszélünk. Na nézzük tovább. Tehát most azról beszéltünk, hogy ugye a bűn össze tud törni. De most találkozol egy érdekes dologgal. Jelenések 19:15. Azt mondja, hogy és az ő szájából éles kard jön ki, az Úrnak a szájából, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel. És ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Tehát ez az Úr megjelenéséről szól, az Úrról szól, és azt mondja, hogy kijön a szájából az éles kard, ugye ez az Isten igéje, ami kijön a szájából, és azzal mit csinál? Üt, ver. Pogányokat, vagyis azokat, akiknek nem sikerült az, amiről most beszélek. Hanem sajnálatos módon elszalasztották ezt a dolgot, és benne maradtak a kívánságban, ez miatt a bűnben, és már érzéketlenek. És azokat nem csak a bűn fogja összetörni, hanem az Úr is, az ő szentségének az ítéletével, amit rá fog szabadítani a világra, ő is ugyanígy össze fogja törni, össze fogja zúzni, akik a bűnnel vállaltak közösséget, és a bűnéi maradtak, és a bűnhöz tartoznak, és a bűn tulajdonai. Ezeket. Most itt kiragadnám egy pillanatra a legeltet szót, ami ugye a pásztorsággal áll kapcsolatban. Tehát a pásztor legeltet. Ugye mi mindig úgy beszélünk, János Evangélium 10. rész, Jézusról, mint pásztorról, hogy a jó pásztor. És akkor mesék is születtek, meg tábelőadások, mindig a jóságát írják le, hogy a jó pásztor, aki minden juha után elmegy, és stb. Stb. Itt a pásztorról olvasunk, aki üt, ver, és még vasveszőt is használ. De nézzük meg a Jelenések 2:27. Az azt mondja, hogy ugyanerről az Úrról, názáreti Jézus Krisztusról, uralkodik rajtuk vasvesszővel, illetve az Úréiról is mondja, akik az Úréi, uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek. Az uralkodik szó az eredetiben ugyanaz a pásztor. Pásztor legeltet. Tehát mit csinál a pásztor? Legeltetés címszó alatt. Összetör. Összetöri az embernek azt az edényét, ami az ő romlott természete. A romlott természetének az edényét.
amely a világi kívánságok miatt van megromolva, elromlott, már nem lehet megjavítani, alkalmatlan a javításra, és ezért mit csinál? Mint a fazekas, aki legyártotta az edényét, de rá észrevette, hogy hát ez nem használható, fogja, földhöz vágja, és összetöri. És nem marad belőle semmi, csak apríték, amire széthullott. Tehát széttöretésről beszél. Ahogy a bűn széttör, úgy maga az Úr is a bűnt. Mit tör szét az Úr? A bűnt töri szét az Úr, és akik a bűnnel egyé váltak, azok sajnálatos módon ez miatt ugyanúgy széttöretnek, mert az Úr viszont a bűnt szét fogja törni egyszer véglegesen is. Nézzük meg a Jeremiás 23:9-et. Ott azt mondja a próféta. Nézzük meg. Jeremiás 23:29. Nem olyan az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr. Mint a szikla zúzó pörölj, olyan az Istennek az igéje. Vagyis összezúz sziklát. Az előbb mondtam, hogy összetöri a bűnt, és összetöri a sziklát. A szikla mi? A megkeményedett szív, az Isten iránt érzéketlenné vált szív, ami a világ szeretete, a világ barátsága, beengedése miatt már érzéketlen. Elidegenedett Istentől, és alkalmatlan az Isten országára. Azt mondja, hogy ezt a romlott szívet is összetöri, összezúzza. Most először csak ismét visszautalok a keresztre. Tehát, hogy arról beszéltünk, hogy Jézust érték a kereszten. A bűnnek a nyilai, dárdái, tüskéi, lándzsája, és szúrták, döfték, bökték. És mi történt a kereszten? A Jézus Krisztusban benne levő szentség reagált erre. És bár a lelkébe be tudtak hatolni Jézusnak ezek, a nyilak, és el tudták érni. És létre tudtak benne hozni a lelkében olyan dolgokat, amiket ő nem szeretett volna, és amik nem férnek össze Istennel. De a szívében ő szent volt, szent maradt. És ez a szentség reagált, válaszolt az őt érő nyilakra, dárdákra. És mit csinált azokkal? Összetörte. Összetörte őket, amikor ő hozzá értek, elérték őt, saját magát személyesen már, Jézus Krisztust, a szívében, akkor a szívében levő isteni szentség az győzelmet aratott, erőt vett, hatalmat vett, erősebbnek bizonyult, mint a világ összes emberének minden romlott gonosz érzése, vágya, beszéde, szava, tette, akarata, kívánsága, ami megfordult és meg fog fordulni valaha egy embernek a fejében, a tiedben, az enyémben is. Mikor megfordul, akkor azt győzte le Jézus Krisztus a kereszten, hogy ma neked a fejedbe megfordul bármi, a lelkedbe bejut bármi, a fülött van erő, van hatalom. Ez az Istennek a szentsége. Na ezért kell sírni, hogy eljussál abba a fázisba, amelyről most beszélek, amely már az a sírás, hogy már azért sírsz, mert fáj, mert még a lelkedben be van hatolva a bűnnek az érzése, gondolata, vágy, a kívánság miatt, ami inger él téged a világból, az még ott van a lelkedben, és elkezd fájni az, ahogy az Isten igéje ezt szétszúzza. Felőrni. Összetöri, széjjel morzsolja. És ahogy összetöri a bűnt, összetöri a kőszívet is benned. Akkor töri össze benned a kőszívet, ha előtte a sírás létrejött benned. Hogy érezni akarom, hogy a bűn az nekem nem jó, hogy az nekem árt, hogy az erőszakot csinál velem. Érezni akarom a különbséget, Istenem, te közted meg a bűn között. Csinálj valamit velem. Segíts rajtam. Könyörülj rajtam.
És elindul ez a sírás, és az Isten meghallgat, és elkezdődik benned, ott ez egy pillanat alatt le tud játszódni benned, nem kellenek hozzá hónapok, hetek, ez ott helyben meg tud történni benned, hogy elkezded már annak a sírását érezni, hogy hú, de fáj, ahogy az Úr beavatkozik, és fáj, hogy lemondok, fáj, hogy el kell veszítenem azokat a kívánságokat, amelyek létrejöttek bennem. Nem jó érzés, amikor szembesülök ezzel, és átélem, hogy aha, akkor én nem ülök be ide, nem megyek el azzal oda, nem veszek részt ebben, hanem továbbra is szót fogadok, engedelmeskedek, és fáj, és szenvedsz, ahogy összetörik benned a romlottság, hogy összetörik benned a bűn, mert a lelked bizonyos részben összefort azzal a bűnnel. Valamilyen szinten részévé vált a lelked annak a bűnnek, ami hatott rád a világon keresztül a kívánság által. És akkor már az fáj, hogy a szíved törik össze, és senkivé válsz, és semmivé válsz. Nézzük tovább. Ézsaiás 53, ha már ugye az összetöretésről beszélünk, Ézsaiás. Nektek megvan az Ézsaiás? Jó, Ézsaiás. 53. Ézsaiás 53, 5-ös vers. Megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Amen. Tehát ezek az igék nem a fizikai gyógyulásra vonatkoznak csak. Ugye, mert legtöbbször azzal kapcsolatban szokták legalábbis pünkösdi karizmatikus körökben felolvasni. Tehát itt a megrontatás szó az eredetiben szintén az össze lett törve. Tehát ő benne végbe ment az, amit a bűn miatt összetöretést el kell szenvedni ítéletként az embernek Istentől. Ő benne ez a része végbe ment Jézusban, beteljesedett, és ő ilyen módon összetöretett. Ezért, ha te az Istenhez folyamodsz sírva, esedezve, hogy benned induljon el az a változás, hogy ne hasson már rád a világ, és ne már azt érezd, amit a világiak, és ne azt gondold, amit a világiak, és ne az anyagi dolgok uralják le a fantáziádat, a képzeletedet, az álmaidat, és tegyék tönkre az éjszakádat, akkor itt van az, ami meg tud történni benned, hogy Krisztus ezt véghez vitte, hogy össze tud töretni benned úgy a kőszíved és a romlottság, hogy közben benned létre tud jönni az Istenhez való közeledés. Az Istenhez való hasonlóságra való átalakulás, átváltozás, átformálódás. És akkor ez a pozitív folyamat elindul benned. Ézsaiás 54, tehát egyel lapozunk tovább. És a 17-es vers nagyon közismert, de olyan csodálatosan leírja ezt a folyamatot. Azt mondja, egyetlen ellened készült fegyver se lesz jó szerencsés, minden nyelvet, amely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak az öröksége. És az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Vagyis az Úr szolgáinak, Isten szolgáinak az öröksége ez. És ha az eredetit nézed, akkor sokkal jobban kijön az, hogy ugye mi pünkösdi karizmatikus körökben ezt úgy szoktuk meg, hogy na, akkor valaki föláll, és akkor kárhoztatja az összes rossz nyelvet, amiről tud, hogy ő ellene valaki rosszat mondott, és akkor azokat megítélik, kárhoztatják, és mindenféle romlást mondanak rá, hogy ne tudják a hatásokat elérni. Na most az eredeti nem ezt tükrözi igazából, hanem pont azt tükrözi, hogy mihelyt az a bűnnek ellened irányú nyilai. Tehát ugye az ellened készült fegyver, az az ellenséged a sátán, és az ellened kibocsátott ellenséges ereje, fegyverei, azok a bűn eszköztára, nyilai, záporai, tüze, amit rád zúdít. És ez azt írja le, hogy ahogy az közeledik hozzád, de te Istennek szolgája vagy, akkor az benned találkozik azzal a folyamattal, amit én most elmondtam, és ez miatt
Krisztusról ugyanaz megtörténik, mint a kereszten, Krisztusról visszapattan. Ketté törik, erejét veszti, kioltatik a tüze, pajzs lesz előtted, nem tud elérni téged a szívedben, és nem tud rabul ejteni, nem tud fogságba ejteni, nem tud csapdába ejteni, és túl jutsz ezen a kísértésen. Mi atyánkba azt is imádkozzuk, hogy szabadíts meg minket a kísértéstől. Ugye nem azt jelenti ez az ige, hogy ne legyen az életünkben próbatétel és kísértés, mert azt nem tudjuk kikerülni, ha akarnánk se, hogy legyen próbatétel és legyen kísértés, de sok ige van, ami azt mutatja, hogy Istennek akaratában is áll, Jakab levél, örüljetek minden próbatételnek, kísértésnek, hanem ez pont erre vonatkozik, hogy belekerülsz, de találd meg azt az Istent a szívedben, aki ebben a helyzetben, abban a döntési fázisban, abban az aktuális pillanatban elérhető a számodra, és ki tud belőle szabadítani úgy, hogy nem teszi tönkre az Istennek való szófogadásodat, elköteleződésedet, engedelmességedet, a szentség iránt való elköteleződésedet a szívedben. Ezek az igék tehát ezt jelentik. Zsidókhoz írt levél 4.12.13 is erről beszél. Mert az Istennek beszéde élő és ható. Ugye ez megint a kard, az előbb már találkoztunk, hogy mint kard jön ki az Úrnak a szájából az ő igéje. És élesebb minden kétélű fegyvernél. És elhat a szívnek, léleknek, ízeknek, velőknek megoszlásáig, és megítéli. Ítéletet hajt végre a gondolatok fölött, az indulatok fölött, az érzések, a vágyak fölött az ember bensőjében. Az Isten igéje cselekszi ezt meg. Ehhez kell nekünk a sírás. Hogy átéljük a fájdalmát annak, hogy ez fáj. Nekünk, ahogy Isten összezúzza bennünk a romlottságot, és el kell veszítenünk a világot. Azt, amit szerethetnénk ebben a világban, amit jónak mondhatnánk ebben a világban, azt is el kell tudnunk veszíteni. Érdekesség. Lukács 4.18. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mert felkent, hogy a koldusoknak az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a összetörött szívűeket meggyógyítsam. Össze kell törnie benned a szívednek minden e világra irányuló érdeklődésének, beállítottságának, keresésének, karrierterveknek, jobb fizetést akarok, jobb munkát akarok, jobb életkörülményeket akarok, jobb házat akarok, felújítani akarok, rendbe tenni akarok, boldogabb akarok lenni, kiegyensúlyozottabb házasságot akarok. Nincs vége. Minden ide tartozik. Ezeknek össze kell törni az emberben. Az ezek iránt és ezek felé forduló figyelemnek, keresésnek, foglalkozásnak, törődésnek. És azt mondja az Isten igéje, hogy ezeknek jött el Jézus Krisztus, hogy gyógyítója legyen. Tehát ha nem sírsz ezen, akkor nincs mit begyógyítani, ez a nagy helyzet. Ha nem tudsz eljutni a sírásig, akkor valamilyen szinten ott maradt az érzéketlenség, mert ez az érzéketlenség az utolsó idők egyházának az egyik legjellemzőbb ismérve. Ezt tudjuk a Jelenések könyvéből, hogy a laodiceai gyülekezet, az utolsó idők gyülekezete a langyosság jellemzi, se nem meleg, se nem forró, se nem hideg, langyos. Jó, ez így, kész. Hát így, ennyi. Nem érzi, hogy szenvednie kéne. Lelkesedésben se áll már bele, hát már mennyi csodát láttunk, meg hát mi vagyunk a nagy számok, hát mi ne tudnánk, hogy ez hogy működik, mindent tudunk, mindent ismerünk. Imádkozok, meg lesz, kérem, megadja, eltörölted, hát megvan, bocsánat, minden el van intézve, tehát igazából minden rendben van.
minden király, miért kéne így szenvedni? Mi van, ami sírni kéne? Semmi. Isten meg azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, nem egyszer valamikor sírtak, hanem sírnak. És van, min sírni. Jézus például mikor sírt? Például sírt, amikor odaért Jeruzsálemhez, ránézett, és ő felfogta, tehát ő látta, hogy az a város a teljes romlottságban van, és el fog veszni. És sírt. Tudod te ma így látni a világot? Sírásra tudsz indulni, mert annyira átjár, hogy az Isten milyen, és hogy a világ mennyire nem olyan, és hogy ennek vége van. Át tudod élni, hogy rád is hat a világ, és szembesülni tudsz vele, hogy de hiszen én is el fogok veszni, hát rám is hat, érzem, nem tudom teljesen felszámolni, Istenem, mi lesz velem, én is el fogok veszni. Tudsz ezen sírni? Sírásra tudsz indulni? Majd el tudsz ebben egész odáig jutni, hogy az Úr elkezdi összetörni benned az összes világi dolgot, ami még ott él képként, gondolatként, tervként, hatásként, emlékképként, visszaemlékezésként, jövőbeli képként, te benned. Ezekért jött el. És akkor a Máté 12:20, közismert ige, a megrepett nádat nem töri el. Az eredetiben ugyanúgy az összetörtet. Az összetörtet. Ugye ezt általában mindig szerettük úgy értelmezni, érteni, hogy na hát, ízé sok bajt csináltam, meg minden, de azért még ott valami kis, valami azért van, és akkor addig az még rendben, valami kis picike kis dolog azért még ott van bennem az Isten dolgaiból is, és akkor addig még van esély. Lehet, rendben van, szuper, akár így is lehet értelmezni, ha gondolod, de a most általam elmondottak és az eredeti szöveg az egyértelműen azt támasztja alá, hogy össze kell töretni, darabokra kell zúzatni, ahhoz, hogy Isten segíteni tudjon rajtad. Ha nem, kemény marad a szíved, érzéketlen, langyos, amire az Úr azt mondja, hogy pics, ízetlen, nem jó, nem szeretem, kiköpi. Mi az Úrnak készülünk gyümölcsként. Ugye ezzel képbe vagyunk, tehát a kép az az, hogy ő eszik, és mi nekünk finomnak kell lenni. Jó ízűnek kell lenni. Nem valami romlott, ízetlen valaminek, hanem jó ízűnek kell lennünk az Úrnak a szájában. Tehát ez a megrepett nád. Megrepett nád, megrepett nád. Nézzük meg, hogy hogy állunk. Így állunk. Ézsaiás 57:15. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de az összetörtel és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosnak a lelkét, és megelevenítsem az összetörtnek a szívét. Tehát akivel együtt lakozik az Úr, annak össze van törve a szíve. Összetört szíve van, és érdekes, hogy az összetörtséget hozza párhuzamba az alázattal. Tehát ott van alázat, ez alapján, a vers alapján, ahol lejátszódik az emberben ez a folyamat. És ez végbe megy, ez a folyamat. Arra mondja Isten azt, hogy alázatot találtam, összetört szívvel találkoztam. Mert az a valóság. Az összetört szív kezdi felfedezni a valóságot, legalábbis annyira mértékben, amit Isten már el tud fogadni. És már Isten válaszol rá, és reagál rá, és csinál vele valamit, és beavatkozik az életedbe. És segít rajtad. Filippi 2:8, ez megerősíti ugyanezt. Jézus Krisztusról mondja, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig.
vagyis az alázat, az a keresztfán történt eseményben teljesedett be Jézus Krisztus életében, és mi ma erről beszélünk, hogy az a mi életünkben ma itt hogyan működik, vagyis az alázat egyenlő azzal, hogy mi ebben élünk, ebben a sírásban, ebben az összetörtségben élünk, ennek az összetörtségnek a könnyei potyognak a mi szívünkben. Most őszintén megmondom, hosszú ideje én sírok a szívemben. Amikor hazaérek, sokszor a munkahelyemen, sírok, sokszor az utcán, ahogy közlekedek. Ezért sírok. Volt egy jó idő, míg nem értettem, hogy beteg vagyok, mi van velem, miért sírok? És elkezdtem vizsgálgatni magamban, hogy mi miatt sírok? Miért van az, miért érzem ezt a szívemben? Miért, mi hat rám úgy, hogy én a bensőmben össze vagyok omolva, össze vagyok törve? Tehát én valóságról beszélek, nem elméletről beszélek, nagyon valós dolgokról beszélek. És ettől sírok, hogy rám telepszik a világ. Rám telepszik mindaz, ami a világban ingerként el tud érni engem, és hatni tud rám, mert itt vagyok testben. És az olyan mértékben jelent terhet a lelkemnek, mint a lelkem nem bír feldolgozni, nem bír holdozni, alul marad, tönkre zúzatik benne. És fájdalmamban sírok, és tehetetlenségemben sírok. Ki vagyok merülve a lelkemben ennek a terhétől. És aztán ezt ismertem fel, hogy hat rám a világ, zokogok, sírok, és ez jó. És ennek a sírásnak, zokogásnak igenis abban a mederben kell tovább haladnia, hogy össze legyen törve bennem mindaz, ami fel akarja őrölni, hogy megadjam magam. Hogy végre azt mondjam, hogy nem bírom tovább. Eddig bírtam. Majd még lehet, hogy ehhez, hogy eddig bírtam, majd még lehet, hogy lesz hozzá ige. Most, hogy nem fogjuk hatkor befejezni, mert nagyon csúszva kezdtünk, ez miatt tovább fog tartani, de itt ugye fél óra laufunk van, ezt tudjuk, hogy amíg fél órát nem lépünk át, addig jók vagyunk. Csak így megnyugtatásképpen mondom mindenkinek, mert ugye ilyenkor már nézem a hátra levőt, meg az időt, meg a papírt, meg minden, úgyhogy erre jutottam, hogy tovább fogjuk így nyilván ez miatt most akkor tartani. Egy példa, Ószövetség. Ki volt még egy másik ilyen személy, akinél a sírás nagyon kiemelkedően meg van jelenítve a Bibliában, és ez már nem rossz tartalmú sírás, mint Ézsaué, hanem ez egy jó tartalmú sírás. Én a Józsefre gondoltam. József az Ószövetségben, miután ugye őt kútba dobják, Egyiptomba eladatik, rabszolgának, és hosszú-hosszú időt tölt el, úgy, hogy a családjától el van szakadva, a testvéreitől el van szakadva. Úgy, hogy őt végül is hát a testvérei és a családja dobtak útba, tehát ők ítélték el, ők közösítették ki, ők nem fogadták el, ők nem szerették, ők nem tisztelték, ők tekintették károkozónak, ellenségüknek tartották, és likvidálták, túladtak rajta. És na, egy Mózes, talán ezt így nem írtam fel igébe, de egy Mózes 45-ben van, azt hiszem, amire én gondolok. Egy Mózes 45. Első verstől. És nem tartóztathatta magát tovább József mindazok előtt, akik körülötte álltak, és felkiáltott. Vezessetek ki minden embert mellőlem, és nem maradt senki nála, amikor megismertette magát József az ő atyaival. És hangos sírásra fakadt, úgy, hogy meghallották az Egyiptom beliek, és meghallotta a fáraó háznépe is. És mondja József az ő atyafiainak, én vagyok József, él még az én atyám? És nem feleltek neki az ő atyafiai, mert megrettentek.
Mondja azért József az ő atyafiainak, gyertek közelebb hozzám, és közelebb mentek. Akkor mondja, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten előtt, ti előttetek. Amen. Tehát sírásra fakadt ez az ember, hiszen úgy élte le az egész életét szinte, hogy akiket szeretett, akiket hozzátartozóinak tartott, azok elárulták őt, azok megtagadták őt, azok kiközösítették őt, kutba dobták őt, és semmibe vették. És ez az ember összetalálkozik azokkal, akik csinálták vele ezt a sok rosszat, akik tönkretették tulajdonképpen az egész életét. De szereti őket, mert az övéi, ő a családja. Ők a családja. Na ez az ember melyik síráson megy át akkor, ebben a pillanatban? Hát azon a síráson megy át, amikor meg kell feszítenie magában a bosszúállást, a sértődést, a haragot, a nehézség, neheztelést, az ellenségeskedést, a rossz akaratot a másiknak, és átmegy azon, hogy semminek kell tudnia, lennie és maradnia ebben a helyzetben is. Ő már le kell mondania arról, hogy valaha is ő részese lesz annak, amit elvesztett a családi kapcsolataiban. Nem lehet már annak részese. Az már örökre a múlté. Ő már csak olyan József, akit az Isten azért rendelt, hogy megtartsa Józsefen keresztül azokat, akiket szeret. De már együtt bográcsozunk a kertben, az atyánkkal, az már nem az osztály része. És még sorolhatnám, az összes közös olyan pozitív élmény, amely egy normális családi kapcsolatban ott van egy ember számára, hogy azokat megélheti, és hú de jó, József el kell, hogy fogadja, hogy soha, soha, soha többet ezt ő már nem igényelheti, nem kérheti számon, nem hozhatja fel, nem hánytorgatja fel, nem hánytorgathatja fel, hanem ő, neki a sorsa Istentől van rendelve, Isten akaratában van benne, és ezeket az embereket nem felelősségre kell, hogy vonja, hanem ő nyugtatja meg őket. Ne bosszankodjatok, ne rémfüljetek meg, ne ijedjetek meg, semmi baj nincsen azzal, hogy mi történt. Ezt Isten akarta. És azért alakult így, hogy én elő tudjam készíteni a ti megmeneküléseteket. És itt a föld, és ez a tietek, és itt fogtok élni, azon lakjatok, hozzátok fel atyát, mindenkit, ami maradt, jószágot, és ott éljetek. Tehát egy csomó érzést, világi érzést, romlott emberi érzést kellett, hogy összetörni engedjen magába József, mert ha nem engedi meg, hogy az összetörjön, akkor mindaz, amit Isten eltervezett, hogy véghez visz Józsefen keresztül, az mind dugába dől, az egy se valósul meg azért, mert egy ember a lelkébe beengedte a bosszúállást, a haragot, a neheztelést, a sértődést és ezeket a dolgokat. Alázatról tértünk rá ide, hogy József életében hogy valósult ez meg. Na, menjünk tovább. 1 Péter 2. huszonhármas vers. Jézus Krisztusról mondja, aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És újra idézi az Új Szövetség azt, amit felolvastunk Ézsaiás 53-ból, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Amen. Tehát Jézus Krisztus a kereszten legyőzte azt, hogy a világból engem ért sérelmek miatt bármilyen olyan világi magatartást beengedjek az életembe, amelynek okot adhatna az, hogy igazam van,
de nem élek ezzel, mert ezáltal elhagynám az Isten útját, ösvényét, és szófogadatlanná válnék az Isten akaratának, ezért elfogadom, hogy kárt szenvedek, és elfogadom, hogy senki vagyok, és semmi vagyok, és nincs jogom számon kérni embertársaimon semmit, amit nekem okoztak, okoznak, fognak okozni, hanem mindenről lemondok, és elfogadom, hogy semmi vagyok, egy jelentéktelen személy vagyok, jelentéktelen ember vagyok, aki nem ugrálhatok, nem érvényesíthetem a saját akaratom, a saját igazságom, a saját érdekem, hanem mind erről le kell mondanom, és engednem kell, hogy az egómnak ezt a méretét Isten összezúzza darabokra, és ne maradjon belőle semmi, hanem csak az Istennek való szolgálat és szófogadás maradjon benne, mert akkor Isten rajtam keresztül eledelt fog tudni adni másoknak. Ha meg nem csinálom ezt meg, és nem engedem meg, hogy összetöressen bennem ez a sok minden rossz, akkor Isten akarata csorbát fog szenvedni, és meg fog hiúsulni az életemben, hogy azt betöltsem. Erről szólnak ezek. 1 Korintus 1.25-ben azt mondja az Isten igéje, hogy az Istennek az erőtlensége az, ami erősebb az emberekben levő gonoszságnál, rosszaságnál. Össze kell töretnünk, el kell jutnunk a sírásig, jelentéktelen senkivé, semmivé kell válnunk az Isten előtt, és akkor az Isten kezd el tudni működni és munkálkodni mi bennünk, és onnantól kezdve az Isten erőtlenség, amit Jézus Krisztus bemutatott, hogy engedte, hogy a lelkét érje ez a sok minden, üssék, verjék, csapják, szúrják, döfjék, bármi, de a benne levő szentség, amely kiáltott az Atyához, és könyörgött hozzá, az győzelmet aratott mindezek felett. És az Isten, az Atya feltámasztotta a halálból, és bizonyságot tett ő mellette, hogy ő valóban igaz, mert az igazsága Istentől van. Nem mástól, nem önmagából, nem önkényes, nem önkéntes, nincs benne hamisság. Ki bírta azt? Most Józsefnek mi csak egy szűk családjáról beszéltünk, akik elárulták őt, de Jézus Krisztus azt bírta ki, hogy az emberiség első emberpárjától az utolsóig, amely majd lesz ebbe a világtörténelemben, az összesnek az árulása. Összes nyíl azódult rá. És így maradt meg Józsefnek. És így ő a mi Józsefünk. József a mi Jézus Krisztusunk. Jézus Krisztusban ugyanez valósult meg. József ennek az előképe. Hogy Jézus ezt végig szenvedte, végig csinálta, csak ezzel a kis apró különbséggel. Hogy nem egy családinyi ember, nek hordozta el a teljes árulását és elutasítását, hanem az egész emberiségét ő egyszerre át tudta élni. Ő az örökké valóság dimenziójában a múltbéli, a jövőbeli összes embernek az elutasítását is átélte úgy, hogy megmaradt Istennek. Megmaradt az Isten gondoskodásának, megmaradt az Isten törődésének, megmaradt az Isten irgalmának, az Isten kegyelmének, hogy biztosítsa számunkra, hogy kimeneküljünk ebből a romlott világból. Ha az ő útját követjük, ha megragadjuk a keresztnek az üzenetét, amely bolondság ugyan, amikről ma én beszélek, azoknak, akik elvesznek, de ha mi megragadjuk, akkor nekünk ez lehet az Istennek az ereje, ha megragadjuk. A Máté 5.9.13 az kimondottan ezt hangsúlyozva, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az Isten igazságáért. Sírás. Rátérek akkor egy olyan fajta sírásra, hogy ebben a folyamatban te benne élsz, és győztes vagy. De a világ az nem fogja ezt szeretni. Ugye Péter a levelében különbözteti meg, hogy valaki azért szenved, mert az igazság van benne, vagy pedig úgy szenved, hogy egyébként bűn és gonoszság van benne. És azt mondja, hogy az első szenvedés, vagy az a bűn és gonoszsággal együtt van a szenvedés, az nem jó, azt ne válaszza senki. De azt mondja, hogy ez, ha te végigmész ezen a folyamaton, és az Istentől van a segítséged, a szabadításod és az igazságod, mert sajátod már nincsen,
mert lenullázottál, annyira jelentéktelenné tetted magadat, és tett az Isten az ő könyörületéből tégedet ő előtte, akkor a világ viszont nem fog szeretni téged. Ez a nagy helyzet. Tehát akár ezt te nyakon tudod csípni eseményekben, emberekben, akár nem tudod nyakon csípni eseményekben, emberekben, nem fog szeretni téged, és a gyűlölete zúdul rád. Ugyanolyan nyílzápor, ugyanolyan lándzsaerő, és ugyanúgy el tudja érni, hogy sír tőle a szíved. És nem tudod, hogy miért sírsz lehet időnként, én legalábbis így voltam. És az egyik fajta sírás mögött például akkor ez van, hogy benne vagy az Úrban, azt csinálod, amit Isten akar, de olyan nagy a világban az ellenséges erő ezzel kapcsolatban, amely tönkre akar zúzni téged, és üt téged, mint a kalapács, és szúr, mint a tüske, meg a fullánk, és bögdös, és nem akar nyugtot hagyni neked, amíg teljesen össze nem darál, és össze nem morzsol, és széjjel nem porlaszt. Van egy ilyen is, tehát ez a boldog mondások folytatása ugye azért érdekes ez, tehát ahol felolvastuk, hogy boldogok, akik sírnak, néhány versen lejjebb következik ez, tehát nyilván nem véletlenül. És akkor, ha már itt vagyunk, 2 Korintus 4, 17, 18. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát a földön való szenvedésünket itt pillanatnyinak nevezi az Isten igéje, ahhoz képest, hogy az örökké valóságban mennyi időt fogunk eltölteni már egy más közegben és egy más szférában. Ezt ugye szenvedésnek mondja az ige, tehát sírás, szenvedés. Szenvedés miatti sírás. Gondolom ez így aránylag könnyen és gyorsan átmegy. De ami az izgalmas, az az, hogy miért van ez a szenvedés? A láthatóban való benne élés miatt. És nem kezdi el, hogy mert ilyen bűnt láttál, meg azzal nem tudom milyen gonoszság, meg nem tudom milyen abszurditása a romlottságnak. Egyszer elintézi. A látható. Minden, ami látható. Az mit okoz normális esetben neked, meg nekem, akik újjászülettünk és az Úrban élünk, az nekünk szenvedést kell, hogy okozzon. Ez a normális. Nem kell megijedni, hogyha ezt érzed. De ez a sírás, amiről most beszélek, ez az a sírás, amely annyira szenved, hogy neki a láthatóban itt kell maradni, hogy ő azért sír, mert neki a láthatatlan kell. Érti, hogy a látható mennyire sok mindent tudna neki adni. Nekem most az elmúlt időkben felsorolhatatlan mennyiségben ilyen kísértéseim voltak. Ezt is megkapod. Azt is megkapod. Ez is a tied lehet. Azzal is élhetsz. Minden klassz. Mérjedsz meg tőle. Nincs ebben semmi rossz. Hát fogadd el. Élj vele. Ezen túl ez is megvan neked. Zsinórban. Tömegével értek ezek a hatások. Ez erre vonatkozik. Hogy ott van, a tiéd lehetne. Élhetnél vele. És átéled azt a fájdalmat is persze, hogy de nem élek vele, és ennek össze kell töretnie én bennem, össze kell zúzatnia én bennem, de már átlépsz közbe egy következő sírási fázisba, mert mivel rá átéled azt, hogy összetöretik benned, szíjjel zúzatik benned, elkezdesz azért sírni, hogy nem akarok itt maradni, én ki akarok menni ebből a világból, ez nagyon nem jó, ez nagyon borzalmas, ettől nagyon szenvedek, ez nagyon fáj, könyörüljön rajtam az Isten, és vigyen el innen, vegyen ki belőle, semmi nem kell, semmit nem akarok, semmit nem kérek. Csak minél gyorsabban, legyünk ezen túl, legyen vége. És hadd menjek fel, végre oda hozzá, és ezért sírok, mert annyira szenvedek, hogy még vajon meddig kell még várni? És meddig kell még ezek között, a kísértések között szenvedni, gyötrődni, küzdeni, harcolni? És szeretnék odafent lenni.
János, 1 János 5. Hol van az 1 János? 1 János 5. És 4-es vers. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Amen. Hit a nem látott dolgokra irányul, arra fókuszál. Mi győzi le a világot? Ez a sírás. Sírok a láthatatlanért. A hit olyan erős elkötelezetést hoz létre a szívemben, a síráson keresztül, a láthatatlan irányában, hogy ez az, amely képes győzelmet aratni a láthatóból engemet érő ingerek fölött. A sírás egyenlő a hittel. A hit sír, a hitben van sírás, a láthatatlan után, a láthatatlan után való sóvárgás és vágy miatt van benne sírás, és szenvedés, és zokogás. Amen. Máté 11-ben, közismert ige, 12-es vers mit mond? Mert erőszakosoké az Istennek az országa. Nem úgy erőszakosoké, hogy ráerőszakolom magamat Istenre, vagy megmagyarázom neki, hogy én nekem miért kell bemennem oda, még akkor is, ha ő máshogy gondolja, hanem ebben való kitartást jelent. A sírni tudásban, a könyörgésben, a láthatatlanért való minden oda áldozásában jelent egy nagyon erős elkötelezettséget, odaszánást. És azt mondja az Isten igéje, hogy ezek az Isten országa, ezek fognak bemenni az Isten országába. Visszautalok az elejére. Át kell mennünk azon, amin Jézus Krisztus átment. Ha nem is annak a teljességében, hála Istennek, mert nem valószínűleg, hogy ez menne nekünk, annak valószínűleg valamilyen mértékén kell átmennünk, de az a mérték sem akármi. Ne úgy készülj a mostani és a jövőbeni életedre, ami itt még ránk vár, reméljük nem hosszú, hanem rövid, ránk vár, hogy abban te ezt meg tudod spórolni. Nem tudod megspórolni. Isten az, aki a sajtót állítja, hogy a nyomás, a taposás mekkora legyen, a próbatétel, a kísértés mekkora legyen rajtunk. És ez az utolsó sírásig fog tartani. Ami belőled még ki tud jönni sírás, addig fog tartani. És hidd el, hogy még ki tud jönni belőled, még sok ki tud jönni belőled, még van mit kipréselni belőlünk. És ebben vagyunk mi benne. És majd remélem elérünk oda ez az utolsó sírásig. Jó. El is értünk. Helyes. Na, ugyanis van egy izgalmas dolog. Az Isten igéjében. Én itt sírásról beszélek, olvassuk fel az Esdrás 3-at. Aki eddig kitartott, annak reméljük mostantól még inkább megéri, hogy, hogy kitartott. Mit mondtam? Esdrás? Igen. Esdrás 3. Esdrás 3, 13. Ugye leromboltatott a jeruzsálemi templom, fogságra ment Izrael, aztán visszatér, és leteszik az alapkövét az új templomnak, és ennek az ünnepi eseménye zajlik. És azt mondja az Isten igéje, hogy csak a 13-as verset olvasom, ja. A nép nem tudta megkülönböztetni az örömben való kiáltást a nép síralmának a szavától. Mert a nép kiáltott nagy fennszóval, és ez a szó messze földre elhallatszott. És itt olyan kiáltásról beszél az Isten igéje, amely ha a kiáltás szót megnézed az eredetiben, akkor az a teruach, héberül, amely szó a kürtölésnek a szava. Kürtel megfújt harci riadónak a szava.
ami a Bibliában benne van kürdzengések ünnepeként, amit meg kellett ünnepelni, ugye az adott év során mindig kötelező ünnep volt Izrael életében, ott ez erről van szó, hogy ez a kürdzengésnek az ünnepe, amikor megfújják a kürtöket, a sófárt, szó szerint, a sófárukat megfújják, és akkor indul el a kürdzengés ünnepe. Tudjuk nagyon jól az Új Szövetségben, meg az eddigi üdvtörténelemből, hogy a kürdzengés ünnepe maga előképe az elragadtatásunknak. Tehát most én a sírásról beszélek, itt a sírás kapcsán a sírás szó az a kürdzengés szava az Ószövetségben. Itt azt írja az Isten igéje, hogy nem tudta megkülönböztetni a nép a bánat, a fájdalom, a szenvedés miatt való sírást, az öröm újongás sírásától, szavától. Tehát én most beszéltem itt erről a sírásról, aminek nagy része fájdalommal, szenvedéssel jár, aztán a láthatatlan utáni vágyban folytatódik, és már azért sír az ember. És amikor arról beszélünk, hogy Isten országa igazság, békesség és öröm, akkor olyan örömről beszél az Isten igéje, amely nem elválasztott a sírástól, nem elválasztott az összetöretéstől, nem elválasztott a szenvedéstől, hanem azokból jön létre, azokra épül rá, azokból könnyezik, folyik tovább, azoktól elválaszthatatlan öröm, újongás. Ez az Isten országának az öröme. A harci győzelem. Te ott tudod elérni a harci győzelmet, ha a síráson keresztül, ezeken a folyamatokon, lépéseken haladsz tovább végig az elkövetkezendő hátralevő időkben, amíg az Úr Jézus Krisztus vissza nem jön, mert mikor jön vissza? Az utolsó kürtszóra, most helyettesítsd be akkor a sírást, az utolsó sírásra fog visszajönni. Időrendben az utolsó, azt nem kell sokat magyarázni, tehát amikor utoljára lesz olyan ember, akiben ez a sírás benne van, és ez a sírás maga a kürtszó. Tehát ma van nem tudom hány száz, hány ezer gyülekezet a világon, megnézed őket az interneten, tucatra tömött stadionok, csarnokok, elméletileg fújják a kürtöt. De nem ez a kürt az, amelynek a szaváról beszél az Isten igéje. Az utolsót úgy is fordíthatod, hogy a legjelentéktelenebb, a legtávolabbi, a leghalhatatlanabb, a legészrevehetetlenebb, amit senki nem fog felfogni. Lesz egy ilyen trombita szó, és ez a trombita szó a te sírásod, meg az én sírásomnak a szava. Ami nem tölt meg stadionokat, nem tölt meg csarnokokat, hanem te sírsz az utcán, otthon, a tereken, az emberek között, a munkahelyeden, a szívedben, és folyamatosan ebben élsz. Ezek azok a boldog személyek, akik be fognak menni az Istennek az országába. Ez a kürtnek a szava. A kürtnek ezt a szavát fújjuk mi most. Ez, amit mi beszélünk, szólunk, és amit az utcára is ki fogunk vinni. Ti már tudjátok, mivel kezdődik. Nem véletlenül kezdődik azzal, amivel kezdődik. Ez a kürt, az a kürt, amit Isten fúj meg. Amit nem tömegek fognak fújni. Amire lehet, hogy oda se figyel a nagyvilág, a sokasság. De Isten ezt fújja, nem fog mást fújni. Isten ilyen jelentéktelen kürtöket fog fújni, reméljük a világ más pontjain is fognak ilyen kürtök megszólalni. És akik, miért mondja az Isten igéje, utolsó idők egyházainak, mindegyiknek mondja szinte, akinek van füle, hát mire? A kürt szavának a meghallására. Mert ez a kürt szava. Nem az a kürt szava, hogy a stadionokban, a pulpitusokban, a multimilliárdosok hirdeték mondjuk a harmadik templom
Jeruzsálemi templomnak a felépülését, és akkor most ez miatt a jelek és a nem tudom mik és a csillagállások miket mutatnak az utolsó időkről, ennek köze nincs az igazi kürtszóhoz. Ez a láthatókra való odafigyelés, a láthatóktól való el nem szakadás, hanem benne maradás, láthatatlan, sírás a láthatatlanért. El kell felejteni ezt a világot. Nem fogunk tudni máshogy bemenni a másik világba, csak ha ezt el sikerül felejtenünk, és ehhez most bizony zokognunk kell, sírnunk kell, mert szenvedünk, de át kell élnünk ezt a szenvedést, nem kell ezelől elmenekülni, nem kell bedobni a törülközőt, nem kell elfutni, nem kell föladni, nem azt kell engedni, hogy a bűn morzsoljon fel bennünket, hanem ezt kell megengednünk, hogy az Úr legyen, aki könyörül rajtunk, és felismerteti velünk az eltérést Isten és a világ között, és könyörül rajtunk, mert sírunk és zokogunk, és összetöri bennünk a bűnt és a romlottságot, és a személyiségünknek mindazt a részét, amely még kapcsolatban áll ezzel, azt is összezúzza, és át kell élnünk, igen, hogy ez fáj, és fájdalmat okoz, és szenvedést okoz, de át kell mennünk ezen sírva, fájva, szenvedve, mert ebből lesz meg a győzelemnek az a kürt szava, az a sírása, amely már örömújongást hordoz magában, örömújongást foglal magában, és öröm kitörésben fejeződik be és teljesedik be a szabadulásnak, az Isten országába való bejutásnak az örömében, újongásában fog beteljesedni, nem ide lent, odafent fog beteljesedni. Ezért mondta Jézus, itt nyomorúságotok lesz. Nem azt mondta, hogy itt nem lesz nyomorúságunk, azt mondta, hogy itt nyomorúságotok lesz. De nem ez lesz a vége az egésznek, annak, aki mindvégig kitart. Aki mindvégig kitart, miben? A jelentéktelenné válásban, a teljesen eljelentéktelenedésben tart ki. Ezért az utcai ige hirdetésünkben is, nem célunk, hogy hassunk az emberekre. Nem célunk, hogy elfogadjon bennünket bárki. Nem célunk, hogy emberileg bármilyen módon elérjünk embereket. Nem csinálunk mást. Oda tesszük Isten igéjét az emberek elé, hogy Isten ezt mondta. Neked ezt kell csinálni, te pedig majd eldöntöd, hogy csinálod, vagy nem csinálod. De nem udvarlunk, nem könyörgünk, nem magyarázkodunk, nem cizelláljuk, nem filozofálunk róla, nem bocsátkozunk mély értelmezésekbe. Hát az evangelizálás szó egyébként, ha az eredetét megnézed, az kihirdetést jelent. Az azt jelenti, hogy oda ment valaki és kihirdette. Ez van, ez történt, te ez vagy, és ezt kell csinálnod. Csinálod, vagy nem csinálod. Ennyi. Ez ennyire egyszerű és rövid elmondani az Istennek az üzenetét az embereknek. Úgyhogy ezt fogjuk tenni. Hát most én a végén ugye jelentősen felpörgettem, és talán még egyetlen egy igét még felolvasok, az pedig az 1 Korintus 4.9. 1 Korintus 4.9. Úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakul. Mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Amen. Itt is az utolsó szó szerepel, ugyanaz, mint az utolsó trombita szó az Új Szövetségben, hogy az utolsó trombita szóra fog megtörténni az elragadtatás az Isten igéje alapján. És itt annyi plusz kis árnyalata a jelentésének, hogy mennyiféle értelemben használja az ige ugye ezt a szót. Itt például azzal tudod beazonosítani, hogy mi az, hogy utolsónak lenni, az az, hogy halálra szántá válni. Tehát, hogy oké, hát ez bizony azt fogja jelenteni, hogy ki fog jönni a rendőrség, ki fog jönni a közeg, ki fog jönni a hivatal, igenis meg fogják akarni akadályozni, amit csinálni akarunk, igenis ott leszünk a döntés és a választás előtt, hogy akkor mi ezzel erre hogy reagálunk, és még egy csomó más kihívás, amit most ugye nem állok neki részletezni, de itt egy részéről magunk között tudunk, más részéről nem is tudtok, de én sajnálatos módon tudom és átélem. Minden nap átmegyek ezen a kísértésen,
hogy feladjam végre, hogy dobjam már be a törülközőt, és a fenyegetésekre is gondolok, amelyek arról szólnak számomra, hogy ennek a vége bizony nem akármi lesz, ha ezt tovább merem folytatni. Tehát halálra szántakul lehet csak kürtöt fújni, sírni, és benne maradni az Úrban. És ennek a halálra szántságnak van olyan hangja, amelyre Isten azt mondja, hogy igen, ez az én kürtömnek a szava. Ha nem hallja senki, akkor is az. Isten tudja róla, hogy ez az ő szava. Akinek van füle, hallja. Akinek nincs füle, nem hallja, de ez a kürtszónak a szava. A sófár szól. Most is a sófár szól, és a sófár fog szólni az utcákon és a tereken is. És ez az utolsó kürtzengésnek a sófár szava. Erre hívom fel a figyelmét mindenkinek, aki hallgatja. Hát fogadjuk el azt a sajátos helyzetet, hogy eddig jutottunk, mert így is jó sokáig elhúzódott az idő, és még éppen a tűrés határon bennül vagyunk. Úgyhogy itt befejezem, az Úr Jézus nevében. Amen.